Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 6-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban folytatjuk beszélgetésünket Elsimon Lászlóval, a most megjelent Klebelsberg Kornis Hohmann című új könyvéről, majd szintén egy beszélgetést láthatnak, ahol a vendég Ferenczi Noémi, aki az Egy közülünk című kötet szerzője. Megjelent a Klebelsberg Kornis Hohmann a két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai című kötet. Az Elsimon László szerkesztette gazdagon illusztrált könyvben a szerkesztő esszéjén túl Klebelsberg Kuno 1924-es írása, Kövér László az országgyűlés elnöke Kornist méltató beszéde, valamint Újvári Gábor történész Hohmann életútját és munkásságát értékelő esszéje olvasható. Kedves nézőink, az elmúlt héten Elsimon Lászlóval beszélgettünk Kiviszi a puskát című emlékezet és politika című új könyvéről, és akkor megemlítettem, hogy azt a könyvet Boros Péter, Magyarország miniszterelnöke, korábbi miniszterelnöke látta el előszóval, és én most is abból az előszóból egy gondolatot idéznék, hiszen ő azt mondta, hogy kellenek tehát az ilyen könyvek és írások, utalva a Kiviszi a puskát könyvre, adjanak biztatást és reményt a kesergőknek is, a szerzőtől pedig igényeljünk további írásokat, mert minden egymásra rakott betű egyben a nemzet szolgálata is. Nos, hát nem kellett sokat várnunk, hiszen megjelent a Klebelsberg Kornis Hohmann című könyv, Elsimon László tollából, vendégem Elsimon László országgyűlési képviselő, a Parlament Kultúrás és Sajtóbizottságának elnöke, József Attila Díjas író. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntelek és én is, és még egyszer megmutatom a televízió nézőket is, de rögtön pontosítok, hogyha lehet, ugyanis csak részben az én tollamból, hiszen ez egy olyan könyv, ami az én írásaimon kívül még két vendégszerzőnek az írásését tartalmazza. Van benne egy nagyszerű és nagyon részletes és új szempontokat is felvető Hohmann Bálint életrajz, Újvári Gábor történésznek a tollából, és Kövér Lászlónak, az országgyűlés elnökének az a beszéde is olvasható a könyvben, amelyet itt mondott el Székesfehérváron a Kornis szobor avatásán. Én nagyon rég szerettem volna azt, hogy ennek a három személyiségnek a székesfehérvári szobori kapcsán szünessen egy olyan könyv, amely megvilágítja annak a hátterét, hogy mi miért is gondoltuk azt sok évvel ezelőtt, hogy ők szobrot kapjanak Székesfehérváron. Ráadásul azt is szerettem volna, hogy ez nem csak magyarul olvasható, ez egy kétnyelvű könyv, angolul és magyarul készült az egész könyv. Hiszen itt nemzetközi hullámokat kavaró vita alakult ki Hohmann Bálint szobra körül, és szerettem volna, hogyha az ebbe a kérdésbe külföldön bekapcsolódó szerzők a mi szempontjainkkal is tudnak szembesülni, vagy nem is szerzők, hanem vitapartnerek. Köztük akár Barack Obama, aki annak idején tiltakozott a Hohmann szobor állítása ellen, úgyhogy én minden humor nélkül mondom, hogy az amerikai külügyminisztériumon keresztül, illetve a mi washingtoni nagykövetünkön keresztül ezt a könyvet Barack Obamának is el fogom juttatni, annak reményében, hogy hát ha beleolvas, és ebben a gesztusban nincs semmi irónia vagy cinizmus, hanem tényleg szeretnénk azt, hogyha azok, akik a magyar kultúráról, a magyar irodalomról, a magyar történelemről, a magyar képzőművészetről, vagy a magyar emlékezetpolitikáról nyilatkoznak, azok több olvasattal is, vagy többfajta véleménnyel is tisztában lennének. Egy gondolatsor Klebelsberg Kunóról. Kezdjük azzal, hiszen a kettő szobor van, és ráadásul a kultúra kedvelők és a fiatalok is láthatják, találkozhatnak vele Székesfehérváron, hiszen az egyik a Ciszterci gimnázium bejáratánál, a másik pedig a könyvtár árkádjai alatt található. Úgy fogalmazol, hogy a lelki-szellemi apátiából való kilábalásban meghatározó szerepe volt a 20. század egyik legjelentősebb politikusának, Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek. Én azt hiszem, hogy ismerve az ő történetét, mármint életét, szakmai, politikai munkáját, ezzel teljes mértékben egyetérthetünk.
Itt egy olyan lelki szellemi apátiára utalok, amiről Kornis Gyula írt Klevesberg halála után. Ugye az ma már mindenki tudja, hogy ki volt Klevesberg Kornó. Magyarország elmúlt másfél évszázadának legmeghatározó kulturpolitikusa. A trianoni békediktátum után Magyarország föltámasztásában, újjászületésében talán a legnagyobb szerepet játszó politikus. Azt is tudja mindenki, hogy ki volt Homan, a Nemzeti Múzeum egykori főigazgatója, a Homan Szegfű néven ismert, Szegfű Gyulával közösen jegyzett Magyar Történet című nagy történelmi könyvsorozatnak az egyik szerzője. Talán az elmúlt 100 év legismertebb olyan tudósa, aki a magyar pénztörténetnek a földolgozására is, vagy megírására is vállalkozott, és mindezeken túl Klevesberg halál után elég sokáig kulturpolitikus és kultuszminiszter. De az, hogy ki volt Kornis Gyula, azt kevesebben tudják, pedig méltó partnere a másik két személynek. Ő a pályafutásának egy korai időszakában Klevesbergnek volt az államtitkára, és filozófusként tulajdonképpen a klevesbergi kulturpolitika szellemi megalapozója. Kulturpolitikánk irányelvei című írása máig érvényes, meghatározó jelentőségű gondolatokat tartalmaz. Aztán egyébként piarista szerzetes volt, később borszegyési képviselő, az Egységes Párt képviselője, sőt a Felsőháznak az elnöke, tehát parlamenti elnök, és tudósként a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is, akit a szocializmus időszakában kizártak az akadémiából mondva csinált indokokkal, és gyakorlatilag számkivetve és minden lehetőségétől megfosztva halt meg. És gyakorlatilag az, amit ma úgy hívnak nyugaton, hogy a cancel culture, tehát ez a kitörlésnek a kiradírozásnak a kultúrája, ez a szocializmusban is működött, csak nem volt ilyen külön fogalommal lefedve, mint ahogyan most használjuk. Gyakorlatilag a szocializmusban is arra törekedtek, hogy mind a három ember, de különösen Kornisnál volt az eredményes, kitöröljenek az emlékezetből, a közös emlékezetből, úgyhogy nem árt róla külön beszélni. És hát Kornis volt az, aki, hogy visszatérjek a kérdésedre, aki Klevesberg halála után arról beszélt, hogy egy olyan szellemi-lelki állapot jellemezte nem csak Európát, hanem különösen a trianon utáni Magyarországot, amelyből ki kellett vezetni ezt az országot, és új lehetőségeket felmutatva a remény politikáját megvalósítani, és ez az, amit mi köszönhetünk Klevesbergnek, és ez az a munka, amit Székesfehérváron a város volt képviselője, Homan Bálint, a 30-as években tettekre váltva meg is valósított, hiszen látjuk a város mai arculatára nézve, hogy mi mindent köszönhetünk annak az évtizednek, amikor Homan képviselte Székesfehérvárt a parlamentben. Miért van az az elutasítottság, amely ezt a három rendkívül fontos kulturpolitikai személyiséget elválasztja egy bizonyos körtől? Én azt gondolom, hogy Klevesberg esetében ez már nincs meg. Tehát, hogy Klevesbergnél sikerült lebontanunk az ellenállás falait. Kornis esetében inkább az ismeretlenségről beszéltünk, bár ott is volt egy teljesen félreértelmezett dolog. Én erre részletesen utalok az előszóba, hiszen a könyvhöz írtam egy hosszú bevezetőt, amelyben a három fejezetet összefoglalom és a szempontjainkat fölvázolom, illetve röviden kitérek a Homan szoborállítás körüli botrányra is, és annak a nemzetközi visszhangjára, illetve annak a lehetséges okaira és hátterére. És itt írok arról is, hogy Kornisnak, ugye miután mi Székesfehérváron feladtuk a szobrát, Vácott is elkészült egy szobra, és akkor Rétvári Bence államtitkár barátom és Schmidt Mária terrorháza főigazgató asszonya avatott föl, akkor komoly támadás érte azt a projektet. Amit itt nem mondtak el Fehérváron, azt elmondták már Vácon, de mindez annak volt köszönhető, hogy volt közte egy Homan szoboravatási vagy szoborállítási botrány. Tehát Kornisról is megpróbálták bebizonyítani azt, hogy antiszemita volt, ami egyébként nyilván nem igaz.
de a 10-20-as években leírt gondolatai mai szemmel nézve vitathatóak, ez tény. Erről az egész kérdés egyébként, hogy miképpen viszonyul például Hohmann az antiszemitizmushoz, nagyon alaposan és mértéktartóan ír Újvári Gábor az Életrajzában, egyáltalán nem mentegetve Hohmannt, nem csökkentve az ő felelősségét, szó nincsen tehát szerecsenmosdatásról, az egész könyvben nincs szó szerecsenmosdatásról, nem akarjuk azt fehérré maszkírozni, ami egyébként nem fehér, hanem szürke vagy fekete, viszont méltányosságot kérve ezeknek a nagyszerű embereknek az életútját és életművét egészében, összetettségében, ívében akarjuk megmutatni. És azt gondolom, hogy erre a kötet tényleg jó, vagy ehhez a kötet jó muníciót tud adni. Lesz még olyan világ, hogy lesz Hohmann szobrunk itt az ország történelmi fővárosában? Én ezt nem tudom megmondani. Maga a köztéri szoborállítás kérdése nagyon problematikus. Mindig is az volt. Egyébként a könyvnek a záró részében Pető Hunor Munkács idős képzőművésszel, a szobrok alkotójával pont erről beszélgettünk. Tehát egy interjúval zárjuk a könyvet, ami nem magáról a szoborról, meg nem magáról a három szoborról szól, hanem a köztéri szoborállításnak a problematikájáról, hogy hogyan lehet ma, kell-e ma érvényesen köztéri szobrot állítani egyébként vitatható politikai személyiségekről. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Én egyébként sok szempontból a köztéri szoborállításnak a híve vagyok, és azt gondolom, hogy túl azon, hogy képzőművészetnek lehetőséget, munkát, megbízást adunk, és a környezetünket remélhetőleg a környezetünknek az esztétikai minőségét remélhetőleg emeljük. Ezen túl nyilván emlékezett politikai megfontolásaim is vannak. Tudva azt, hogy a szobrok lekerültek a talapzatokról, nincsenek már olyan magasan, mint mondjuk a Vörösmarty szobor, amit Székesfehérváron bő 100 évvel ezelőtt, sőt most már majdnem másfél évszázaddal ezelőtt állítottak. Ma egészen más, hogyan viszonyulunk a köztéri szobrokhoz is. Tehát én nem tudom megmondani azt, hogy lesz Hohmann szobor, és hogy az egyáltalán ezek után, hogy kell-e ezt a küzdelmet még egyszer lefolytatni, meg nem is biztos, hogy nekem, hát van ennek a városnak vezetése, szellemi elitje, sok-sok gondolkodója, cselekvő embere, meg művész, és akik erről, ha akarnak, majd folytatnak vitát. De az, ami történt a Hohmann szobor állítása körül, az minden esetre megmutatja közéletünknek a sok-sok, vagy rámutat a közéletünk sok-sok problémájára, ezért is érdemes továbbra is a Hohmann tematikával foglalkozni. Egy biztos, azt tudom mondani, hogy bennünket, akik ma magukat Magyarországon a politikai jobboldalra sorolják, vagy magukat politikailag konzervatívnak tartják, nagyon-nagyon megkülönböztet az az egykori kommunistáktól, hogy míg ők a szobrokat a második világháború után a nekik nem tetsző szobrokat ledöntötték és beolvasztották, bezúzták. Mi ezt a rendszerváltozáskor sem tettük meg, és azóta sem. A nekünk nem tetsző szobrokat, amelyeknek a nem tetszés mögött nem feltétlenül esztétikai szempontok vannak, hanem hogy kiket és miket és milyen módon ábrázol a szobor, ezeket mi nem sem is tettük meg, hanem elődeink létrehozták a szoborparkot Nagytéténben, amely szabadtéri múzeumként mutatja be azokat az alkotásokat, amelyek valamiért nem méltók arra, hogy a köztereinket ékesítsék, ugyanakkor arra méltók, hogy mint alkotások, mint műtárgyak, azok megmaradjanak. Köztük vannak olyanok is, amelyek remek szobrok, bár vitatható értékű témákat ábrázolnak. Ugye jó témákról is lehet rossz szobrot csinálni, tehát ez egy szintén összetett kérdés. Mi nem romboljuk le a szobrokat, mi nem rongáljuk meg másoknak az alkotásait, mi nem öntjük le őket vörös festékkel, lásd azt, ami Amerikában történik most, meg történt itt a Black Lives Matter mozgalom kapcsán, ami egyébként nyilván abszurd, és egy lábjegyzetet ez a téma is kap tőlem az előszóban, hogy miképpen viszonyulunk korábbi korok személyiségeihez és korábbi korok szemléletéhez, értékrendjéhez, és korábbi korokban született önértékét tekintve is jelentős műalkotásokhoz.
Nos, hát én mindenek esetre bizakodom, hogy előbb-utóbb lesz, és akkor meg lesz a nagy trió, hiszen kultúrpolitikai szempontból rendkívül fontos lenne, hogy itt legyen itt Székesfehérváron szobor. Addig is viszont kedves nézőinknek is azt kívánom, hogy jussanak hozzá, olvassák el ezt a könyvet, hiszen egy fantasztikus életműveket ismerhetnek meg belőle. Elsimon Lászlónak pedig köszönöm. Köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Egy közülünk címmel megjelent Ferenczi Noémi új kötete. A könyvben 15 új köntösbe bújt legendát köszönthet az olvasó. Nos, tehát a Paletta magazin mai vendége Ferenczi Noémi, akit mi ismerünk pedagógusként, hiszen magyar nyelvi irodalom és német szakos tanár a Ciszterci gimnáziumban. A Fejér Holló diákszínpadról mindig tudunk újat és újat, még újabbat mondani, és jókat természetesen. Ott voltunk a duettesten, amelyet ugye Radics Évával szerkesztettél meg, nagyszerű élmények ezek. És hát most a koronavírus járvány okán sajnos ilyen fellépések, műsorok nincsenek, ugyanakkor megjelent ez a fantasztikus könyv, egy közülünk, Ferenczi Noémi tollából, és ez egy nagyon érdekes könyv. Egy kicsit vissza kell, hogy ugorjunk az időben, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! Hiszen 1786-ban jelent meg ennek az előzménye, Szikszai György keresztény vértanukról szóló könyve, és hát ha visszatekintünk a 18. században élő szerzőre, összesen megszámoltam, illetve utána olvastam, 96 különböző kiadással büszkélkedhet a szerző. Mivel hogy a szentek vannak benne, tehát István Péter, Pál János, Jakab András, Filip Bertalan, Máté Tamás, és én akkor ugye arra gondoltam, hogy ez egy óriási példa arra, hogy miként lehet a múltat bizonyos értelemben visszahozni és aktualizálni. Hiszen egy rendkívül komoly vállalkozás. Honnét jött a gondolat? A gondolat az nem az enyém volt, hanem Darai Erzsébeté, aki fölkért engem, mint irodalmi ügynök, hogy írjak ebből egy könyvet, ebből a régi könyvből egy újabb könyvet. Persze a Szikszai könyv sem előzmények nélkül való, de olyan szempontból érdekes, hogy egy protestáns szerző. És ugye a katolikusokhoz kötjük általában a szenteknek a tiszteletét. Itt maga az irodalmi ügynök is református, és ezzel együtt ő fontosnak tartotta azt, hogy leporoljuk ezeket a szövegeket, és hogy a mai fiataloknak mondjunk valamit ezekről az alakokról, ezekről a személyekről. Ugye az eredeti könyvben 105 fejezet van, 348 ókereszténységtől induló szemét mutat be, legendát mutat be. Itt a kötet főszövegében olvasom, hogy igenis lehet, hogy legendák nem tűnhetnek el, nem is kell. Viszont át kell dolgozni, hogy a mai magyar fiatalok, akik ízig-vérig 21. századiak, megértsék, hogy ez miért fontos. Legendák között élünk ma is, a fiatalok nagyon fogékonyak a legendákra, inkább csak azok a sztárok változnak, akikre ők felnéznek, akikre példaképként tekinthetnek. És sokszor arra úgy gondoljuk, hogy ezek a keresztény vértanúk már nagyon avittak, nagyon kopottak, és nem lehet róluk újat mondani, én nem gondolnám, hogy ez így van. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan színes egyéniségek voltak, ugyanolyan karriert futottak be, lehet, hogy ez most a mai világban nem annyira divatos karrier, amit ők befutottak, de mégiscsak így van. És hogyha ember közelbe hozzuk őket, és úgy beszélünk róluk, hogy azt egy mai tinédzser megértse, akkor igenis tudunk vele valamit mondani. Igen, hát ugye a koinónia is azt jelenti, hogy közösség, bensőséges kapcsolat, részvétel, ami Nomen est omen most már egy az egyben lefedi azt is, a szándékot, de a megvalósítás az, illetve a terjesztés az egy bonyolultabb kérdés. Milyen tematika alapján választottad ki azokat a személyeket, azokat a szenteket, akiket áthelyeztél bizonyos értelemben abba a korba, hogy érthető legyen az ő tevékenységük, módjuk?
teljesen szubjektív a választás. Hogyha mindenkit kiválasztottam volna, akkor ugye, mint általában a szentek életének, ennek is egy ilyen vaskos kötetnek kellene lennie. Viszont én kiválasztottam néhány személyt, akik engem foglalkoztattak valamiért, és nem is tudom megmondani pontosan, hogy akkor miért foglalkoztattak, hogy miért volt nekem érdekes, hogy mondjuk Péter, Szent Péter mit gondolt, mit gondolhatott, milyen alapon cselekedhetett úgy, ahogy nem tudom megmondani, hogy miért éppen ő, de ő éppen érdekelt, vagy például Szent János. Ő egy szimpatikus hős, aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy ő egy szimpatikus fiatalember, ugye Jézus barátja, vajon mivel vívta ki azt, hogy szimpatikus volt, és hogy lehet az, hogy még egy messiásnak is működik a szimpátia vagy az antipátia, mert úgy tűnik, hogy működött, és talán furcsa, hogy János éppen belekerült ebbe a kötetbe, mert kevesen tudják, hogy őt megfőzték olajban, és hogy végül is nem azzal végződött az ő élete, az azért volt, mert túlélte ezt a mártírságot, és aztán magas életkort ért meg. Érdekelt, hogy vajon mit gondolhatott ő akkor, amikor már nagyon agg volt, hogy képzelte azt, ami vele történt. Mennyire volt mérvadó az eredeti szikszai szöveg, a mártírok oszlopa? Mérvadó volt, a mérce, a kánon az ott kell, hogy legyen, mert azért ezek olyan tekintéllyel bíró szövegek, amiket nem lehet semmibe venni. Tehát ilyen értelemben mérce volt. A fantáziámnak viszont nem tudott határt szabni, mivel hogy az volt a cél, hogy hússal, vérrel felruházzuk ezeket a személyeket, és egy cselekménybe belehelyezzük. Tehát ilyen értelemben eltértem az eredeti történettől, viszont igyekeztem az igazságtól nem eltérni. Beszéljünk a folyamatról, hiszen egy ilyen kötetet megtervezni, és önmagában egy fantasztikus írói teljesítmény, de ráadásul áthozni a mai korba, hogy az üssön, ha úgy tetszik, az még inkább. Hát nem tudom, hogy fog-e ütni, majd meglátjuk. Eddig egy pár olvasó volt, és nagyon jó volt a visszajelzés, fiatal olvasók, úgyhogy nagyon örülök ennek. Nem volt különösebb építkezés, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy volt. Tényleg teljesen szubjektíven választottam ki nagy hősöket, nagy szenteket, illetve egészen kicsi jelentékteleneket, olyat, aki filozófus, tehát mondjuk egy kicsit ilyen szemlélődő típus, olyan, mint én, mondhatnám így is, meg mondjuk az első női vértanút is kiválasztottam, és őt próbáltam meg megnézni abban a helyzetben, amelyben élt. Ez természetesen azt jelentette, hogy megnéztem, hogy hol élt az illető, és utána olvastam, és próbáltam egészen részletekbe menően megismerni az illetőnek az életkörülményeit, amennyire lehetett, és nyilván ezeket általánosságban ismertem meg, mert személyes adatok azért, megbízható személyes adatok az esetek túlnyomó többségében nincsenek. Mostanság számtalan 21. századi impulzus érdi a fiatalokat napról napra. És én azt gondolom, hogy ez 24 órás feladat, hogy ezt valamilyen módon elhelyezzük a múltat is. Ez mennyiben volt alapvetés nálad? Nem akartam én tehát nem volt bennem ez így meg, hogy én most a múltból valamit át akarok menteni. Én úgy gondolom, hogy ma mindig valami korszerűt kell mondani. Ma mindig ma van. A gyereknek mindig most van, vagy a fiatalnak, vagy az embernek is mindig most van. Tehát jelen időben mondani valamit, ami a jelen időben is érvényes lenne, teljesen mindegy valójában, hogy most Farmeringben van Szent Péter, vagy pedig éppen egy tógában Róma közepén. Ezek csak olyan körülmények, amik persze változnak, de a lényeg az ember az nem változik olyan alapvetően. Tehát a történetekből azt hiszem, hogy az kiderül, hogy az embernél nincs csodálatosabb és nincs szörnyűbb, mert ugye nem lettek volna ezek a vértanúk, hogyha nem lettek volna azok, akik belőlük vértanúkat csináltak. És számomra sem volt soha vonzó az a gondolat, hogy valaki önként és dalolva vértanú lesz, vagy hogy keresi magának a bajt. Én semmi ilyesmit nem akartam sugallni ezekkel a történetekkel.
Biztos volt ilyen is, tehát az emberi psziché az nagyon összetett és sokféle, de nem ezt akartam elmondani, hanem emberi gondolatokat, emberi történeteket, amelyek az igazságra és a szeretetre vannak kihegyezve. Tehát mondja ezt a pedagógus egyik oldalról és az író. Mert azért nyilván a pedagógus lényed is közrejátszott abban, és hogy kinek szánod. Most jó, hogy ezt mondod, remélem, hogy ezek a történetek annyira nem didaktikusak. Volt olyan, hogy kihúztam belőle részeket, mert úgy éreztem, hogy azok, hogy nagyon, ez már sok, ezzel már nagyon tanítani akarok, és akkor hát ugyancsak Darai Erzsébet, aki a könyvnek az értelmi szerzője volt, azt mondta, hogy de hát miért nem írod bele? Az a mondat ott kell, az a mondat jó volt. És akkor mondtam, hogy hát azért, mert ez olyan tanáros, ezt nem szeretném, ez már sok. Tehát én próbáltam magamról lefejteni azért, vagy talán általában próbálom magamról lefejteni ezt a tanárimást, és próbálok azért mélyebbről építkezni, mert hogy a tanárság az csak egy szerep számomra. Nos, hát ennek kapcsán hoztam én egy idézetet, ha magamra gondolok, az most van. A múltbéli lány bármi élénken integet, csak ügyes hologram, jelentem a tegnap, a jelenben, örökre már igazaltan van távol. Köszönöm, te készültél belőlem. Nem, ez illik ide mindenképpen, amit az imént elmondtál. Ugye arról beszéltünk, hogy a fiatalok még nem olvashatták, de mire számít az, hogy miként fogadják ezt? Hiszen azt tudjuk, hogy a ciszterci, illetve a te csapatod, és nem csak a Fehér Holló, hanem azok a fiatalok, akiket te tanítasz, másként gondolkodnak, hála Istennek teszem hozzá. Különbözőképpen, egymástól is elkülönböznek nagyon, ez mindig kiderül, nyolcadikosokkal vannak most éppen ilyen vitaóráink, és akkor ott bármilyen témát felhozhatnak, és kiderül, hogy mennyire különbözően gondolkodnak mindenről. Kíváncsian várom, nem tudom, nincsenek ilyen elképzeléseim, hogy körülbelül hogy fogják fogadni. Az a pár fiatal, aki eddig olvasta, annyira jó visszajelzést adott, hogy nem is tudom, hogy hova tegyem. Hozzátenném, hogy nem adok érte ötöst, mert nem tanítom őket. Tehát nem tudom, hát remélem, hogy ez tényleg ennyire jól megtalálja őket, és már várom azt, hogy velük is beszélgessek arról, hogy ha tetszik, akkor mondjuk miért tetszik nekik, vagy hogy mivel tudnak azonosulni, mi az, amit értenek, vagy mi az, amit nem értenek belőle. Úgyhogy ez még előttem van. A járványhelyzet az nagyon megnehezítette most a dolgomat, mert a terjesztést is, meg mindent ugye könyvben mutatom. Essék szó az illusztrációkról, illetve azok az apró többletinformációkról is, azt hiszem, hogy ez megkönnyíti az olvasó dolgát is. Szuhera Ágnesnek hívják az illusztrátort. Őt a kiadó választotta, és szerintem nagyon jól egymásra találtunk, mert ez a fekete-fehér, kicsit lesarkított, egyszerű ábra-szerű illusztráció, ez nekem nagyon közel áll a szívemhez. Úgy gondolom, hogy hozzáad a szövegekhez, nem vesz el belőle, és az mindenképpen a képzeletnek tágas teret ad. Ezek a tudtad függelékek, ezek tőlem származnak már, mint a gondolat, hogy szerettem volna ilyenné tenni. Hozzátenném, hogyha lehet zárójelben, hogy eredetileg én egy képregényszerűbb könyvet szerettem volna, tehát úgy képzeltem majdnem, mint egy mangát, hogy tényleg annyira friss, meg annyira mai legyen. Aztán ebből alább hagytunk, talán azért is, mert a szövegek nagyon uralkodóvá váltak, nem tudom, ezt most pontosan nem követtem nyomon, hogy is történt, és még annyit elmondanék érdekességképpen, hogy eredetileg M. Tóth Géza elvállalta ezelőtt 10 évvel ennek az illusztrálását, aztán mivel idén vált esedékesé és viszonylag rövid idő alatt kellett volna illusztrációkat készítenie hozzá, ezért visszalépett. Viszont vannak régi skiccei, meg vannak még a vázlatai, azokat nagy becsben őrzöm, mert nagyon tetszettek azok is. Igen, hát én úgy gondolom, hogy a szentek is ugyanolyan emberek, mint bárki más, képességeiket a feladataikkal arányosan kapják. Hát ez a kötet mindenképpen példa arra. Én megköszönöm mindnyájunk nevében, még egy kérdés, mikor kerül az olvasókhoz? Hiszen azt tudjuk, hogy most
lassú a világ. Igen, igen, hát ebben a lassú világban, aki rendelni fog magának, az fogja olvasni. Könyvbemutatóra várunk, reméljük, hogy egyszer majd nyáron, ősszel olyasmi is lehet, és lehet, hogy akkor a könyvem a verses kötetemmel együtt kerül majd a közönség elé. Bízom benne, érdeklődéssel várjuk, és a kedves nézőink, önöknek is felhívom a figyelmét arra, hogy ha lehetőségük nyílik rá, akkor keressék Ferenczi Noémi egy közülünk, keresztény vértanukról fiataloknak. Nagyon köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!